Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, jöjjön az újabb karanténvlog, természetesen Dobrev Klárával, olyan rég volt már. Egy dolgot nem tudok megtenni, nem tudok lelassítani, nem tudom abba hagyni a munkát. Itt lesz Neander Müller is. Megbeszéltük azt, amit egy ilyen alkalommal meg kell beszélni. Aztán a fővárosi közgyűlésről is lesz egy-két finom kis etűd. Önöknek nem úgy van, hogy én nem nyilatkozom? De. És? Csekatka? Na ő aztán igazán kőkeményen hazát árult. És nekem képviselőként szerintem ez egy fontos feladat, hogy egy kaput tudjak nyitni. Még magát is felülmúlta, vagy inkább alul. Tartsatok most is velünk! Hát gyerekek, valószínűleg a bolgárok se büszkék Dobrev Klárára, hát még mi? Na de Feri, ők aztán marha jól együtt dolgoznak. És egyébként Charlie Sheennek igaza volt a két pasi meg egy kicsiben, amikor azt mondta, hogy a sátán több alakot tud ölteni. Olyan, mint a sátán bármilyen alakot ölthet. És ebben mi is egyetértünk vele, mert nézzétek csak. Látva, hogy milyen drámai állapotban van most ebben a percben a közigazgatás az elmúlt 12 évben, hogyan rombolta össze az Orbán kormány, akkor egy nagyon nagy csapat kell majd, amikor átvesszük a kormányrudat. A macádnak be nem áll a pofája, amióta csak itt vagyok! Melegen ajánlom, hogy kurvára fogja be! De hát azért azt úgy képzelj el, hogy a vízközműtársaságoktól kezdve a műemlékvédelmen át, a szociális szférában, egészségügyben, oktatásban, ami nyilvánvalóan is látszik, gyakorlatilag nincsen olyan része a mai magyar államnak, az állam működésének, ami jól működne, ami hatékony lenne, átlátható lenne, ami azért dolgozna, hogy az emberek jobban éljenek. Ezzel együtt akarodj az. És mondja. Kúnya vagy nagyon. Hát ez hihetetlen Lady Dömper. 21 néhány éve vonulunk. Ezek miért dörgölik mindig a buziságukat az orrod alá? Hogy lehetnek ilyen szégyentelenek? Nem csak, hogy kijelentett 15%-kal, hogy át akarjátok venni a kormányzást, ami már önmagában nagyon gáz, hanem egyszerűen elmondott, hogy ez így is lesz, te meg fogod tenni. 15%-kal, ha-hó, vége a Rákosi korszaknak, na de menjünk tovább, van itt még azért. Újabb 1 milliárd forint került elő, és bekapcsolódott az ügybe a vizsgálatba az ÁSZ is, ami azt mutatja, hogy a pártok gazdálkodását is vizsgálni akarják ebben az összefüggésben, ugye most már itt 4 milliárd forintról beszélünk. A DK-ban ez nem okoz idegességet? Semmilyen idegességet nem okoz. 99,100%-ba. De azt hisz 100%-ba, Leuel? 100%-ba! Ha elfogyott nagyba a piám, tehát nincsen mondjuk piám, akkor tiszta ideg szoktam lenni, meg ha nincsen cigim, vagy kávém. Ugyanazt tudom mondani, amit már a DK politikusai többször elmondtak, hogy hozzánk egyetlen egy fillér sem érkezett, mi abból kampányoltunk, ami törvényesen a párt rendelkezésére állt. Na jó, elég a hazudozásaidból. Hol van az a 4 milliárd? Én nem tudom, és nincs DK-s politikus, aki tudná. Te, csicska majom, te, a tulok fajtádat nézel a birka fejeddel. Ez annál kalandosabb, mert ugye közösen kampányoltak. Tehát, hogyha valamelyik párthoz eljutott a pénz, és önök erről nem tudtak, akkor a hátuk mögött történt, gondolom. Ha bármiféle jogellenesség történt, akkor azt tessék kivizsgálni, és tessék megbüntetni azokat, akik jogellenes tettet hajtottak végre. Ha nem történt jogellenesség, akkor értelemszerűen ez egy politikai kacsa. Az hülye, leszarom. Ó, hogy nem sül le az álnok képetekről a bőr, hogy így hazudni. De persze, nem okoz nektek idegességet, igazad van. Hát megszoktátok. Folyamatosan hazudtok. Jól hazudsz. Kösz. Nálunk egy családi vonás. Úgyhogy most miért jelentene problémát éppen ebben a pillanatban? De azért valamennyire látszik, hogy ez egy elég komoly probléma. 4 milliárdról persze, semmit nem tudtok. És azt gondolod, itt a hatalmas mézes madzag küldözgetés közben, hogy az ország, a társadalom, a magyar emberek nagy része annyira hülye, hogy kitörölte az emlékezetéből, hogy micsoda álmokfutást csináltátok ti 2010 előtt. Hát elmentek ti a büdös francba. Na de még van egy pici, még egy kicsit, bírjátok ki. És úgy gondolja, hogy jönnek majd a többi párt szavazói is velük együtt? Tehát, hogyha azt látják, hogy van egyfajta mágneses hatása a DK-nak a politikusok felé, akkor az őket is hozza? Ezért csináljuk. A nap végén a politikát szavazatokban fogják mérni a választást. Az... Különben is, mi a fasz csinálsz te a tévében? Minden nap hívnak otthonról miattad! Azt hiszik, flúgos vagy! Ó, és ha már kacsa, ahogy korábban mondtad, kedves kis barátnőnk, minden kamu kacsa, amit ti mondtok. Talán egy pici őszinteség teljesen véletlenül most belecsúszott. Mert hogy igen, ez a célunk.
Hát mi más lenne a cél? Bedarálni mindenkit. És az a nagy színes világ, amikor csak ti vagytok, és egy-két csicska. És látszólag, de csak látszólag szerintem szembe megy ezzel a történettel a jó Neander Müller, a fehér, heteroszexuális keresztény férfiak nagy barátja, aki most valahogy egy egészen más arcot próbál mutatni. Nyilván nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy mi történt. Ugye 300 millió forintot kapott a 7. kerület, miközben a DK-s kerületek nem mentek el a tárgyalásra. És ugye ön elindult, és akkor kapta a hívást Gyurcsány Ferenctől. Igen, nincs, a jövő héten lesz. Jövő héten, viszal! Muszáj egy picit hinni, érted? Nem bírom idegileg. Ez igaz, vagy valami más történt? Egyáltalán nem igaz, ez nem így történt. Gyurcsány Ferenc, semmilyen, sem telefon, sem utasítás nem kaptam. Nem tehetek róla, de ez a fickó valamiért szörnyen ellenszenves. Nem, hát az tuti. Hát Feri nem olyan srác, hogy csak úgy utasítgatna. Mi a fenéket gondolunk mi? Na de folytasd, Devtárs, mert isszuk a szavaidat. Utólag úgy tűnik, hogy ez volt a jó döntés, tekintve, hogy a többi DK-s polgármester tulajdonképpen hoppon maradt, nem lett ebből kellemetlenség egymás között? Hát nézze, hát nem örült ennek mindenki, de ugye én azért ezt nagyon határozottan elmondtam. És egyébként, ha bárki ennek visszanéz egészen 2019-ig, én elmondtam, hogy polgármesterként nem lehet csak pártpolitikát szolgálni. Én azokért az emberekért vagyok felelős, akik Erzsébet városban élnek. Meg is mondtam a polgármestertársaimnak, hogy igen, én nekem minden alkalommal az lesz az elsődleges, hogy az ott élő emberekre gondoljak. Ő nagyon jó ember, én közeli barátja vagyok neki, ő nagyon jó ember. Ó, Istenem! Hát a szívem szakad meg. Itt van az emberarcú DK-s. Az, akit nem érdekel a pártpolitika. Aki nem foglalkozik ezzel Gyurcsány, hát az mehet a fenébe. Ő az emberek. Az emberekért mindent megtesz. Hát igen, és akkor nem lehet, hogy ez egy picit gyanús gyerekek. Kicsit átlátszó. Nem véletlenül beszél Dobreva, nagy színes pártról. Mert hogy ő lehet, hogy simán csak egy ilyen előőrs, akit nem érdekel semmi más, a pártpolitika. Hát persze, hogy nem. Mert 15%-kal még ezek a furkók is tudják, hogy nagyon nehéz megoldani a dolgokat. Ezért megpróbálnak eljátszani ilyeneket, hogy mi a pártpolitikát háttérbe tesszük, mert az emberek a fontosak. Na pont a Neander Müllernek fontos, ugye? Menjetek ti a fenébe, gyerekek. Azt gondoljátok, hogy ennyire hülyék vagyunk, hogy ezt elhisszük. Hát mosolyoghatunk itt egymás arcába, de ti biztos, hogy nem fogtok megváltozni. Úgyhogy talán erről ennyit, és hogyha ipari mennyiségben akartok hazaárulásról hallani, akkor nincs más dolgotok, mint Csekatkát meghallgatni, mert most aztán igazán rátett még egy lapáttal. Nagyon megrázó volt amúgy, amikor például a tanártüntetéseknek a szervezői elmesélték a saját tapasztalataikat, hogyan kirúgták őket a munkahelyükről, megfenyegették. Tényleg brutális volt, hogy volt olyan megbeszélés, ahol európai parlamenti képviselők sírták el magukat hallgatva azt, ami nekünk magyaroknak már sajnos egy ilyen egy a sokból érzés. Ön egy aberált, hülye, liberális kurva. Kezdték azzal, hogy a Covid-válság kellős közepén a gépjárműadót államosították, tehát onnantól kezdve nem az önkormányzatok szedték be és tartották meg és költötték el a kerületre. A vendégeim beszámolói szerint az ellenzéki vezetésű önkormányzatok szinte kivétel nélkül gyomorgörcsel várják az évet. Az állam amellett, hogy nyíltan nem támogatja őket, még a működési bevételeket is jelentősen csökkenti, és forrásokat is von meg. Tudod, mit tartanak a számításról? Ha túlszámító vagy, csak egy lotyó vagy. Nem, hát elsírták magukat, értitek? Én is elsírom magam mindjárt, meg mindannyian elsírjuk magunkat. Mert hogy ez tényleg síralmas, hogy ennyi energiát bele lehet ölni a hazaárulásba, hogy kiviszitek a degenerált csicskásaitokat rinyálni Brüsszelbe, és igazából mindenkit hülyének néztek. Mert nyilvánvalóan, aki itt van, Magyarországon, az tudja, hogy nincs diktatúra, nincsenek ilyen sírdogálós hülyeségek. A kintieket meg alapból hülyének nézitek, mondjuk hasonlóak, mint ti. Ha ezek tényleg elsírták magukat, akkor ott óriási baj van. Maguk szaremberek. Na de az, hogy ezt te nyíltan megmutatod, hogy te képes vagy a saját országodról, bár nem tudom, hogy a sajátodnak tartod-e, ezt a képet mutatni kint és kint sírni, hogy itt mi történik Magyarországon, amiből semmi nem igaz. Az ilyen rohadt hazugságokból semmi, majd cseh jelentés.
Cseh jelentés az lehet, hogy az elmegyógyintézetben lenne szükség egy jelentésre. De lehet, hogy nem elmebetegek vagytok, hanem csak simán gonosz, rosszindulatú hazaárulók, hogy mindig rá lehet tenni egy lapáttal. Tényleg annyira undorító kimenni, és utána megmutatni az embereknek, hogy igazából arról van szó, hogy itt mi mindenkit átverünk, és azt mondjuk, hogy Magyarországon itt már olyan diktatúra, hogy itt sírni kell. Na ezért tart itt az EU, hogy ilyen balfaszok vannak ott, már bocsánat, akik elsírják magukat a kamutól. Ezért tartunk itt. Na de reméljük, hogy nálunk azért az ilyesmi nem fog begyűrűzni. Na de a végére tartogattunk nektek még egy kis finomságot, megmutatjuk nektek, hogy Karigeri hogyan tud igazán karakán választ adni egy olyan kérdésre, amiről fogalma sincs. Most nézzük is meg, hogy milyen az, amikor Karácsony Gergely projektet vezet. Vigyázzat, spoiler, nincs semmi meglepetés, nem az, nem akkorra és nem annyiért valósul meg, ha megvalósul. Közben jutott pénz soft projektekre, Szabó Rebeka fizetésére, 47 millió forintos lakógyűlésre, ahol szakadt lepedőre vetítettek az összegyűlteknek. És a közösségi kovácsolás is olyannyira sikerült, hogy talán az egyetlen olyan programelem, ami a valódi együttélést szorgalmazná, a közös mosóhelyiség és a közös mosógép, még azt is kivették a projektből. Ugye ezek a közvetlen brüsszeli finanszírozási projektek általában soft dolgokra szorítkoznak. Kedves fiú, de annyi esze sincs, mint egy tyúknak! Tehát általában nagyon sok olyan projektelem van, amit higgye el, egy kivéreztetett magyar önkormányzati rendszerben szereplő emberek, városvezetők, kerületi vezetők, hogy egy főpolgármester nagyon szívesen megspórolna, de a projektek ezek miatt vannak. Te valóban elképesztően ostoba vagy. Figyeltétek a választ? Konkrét, lényegre törő és cáfol. Ezt a bárgyú barmot, és erről szól most Budapest. Föltesznek neki egy kérdést, szembesítik valamivel, és ez a soft projektes idióta nem tud válaszolni. Csak nyekeg, nyökög, és ő a főpolgármester. Hát micsoda szégyen ez. És körülbelül itt tart ez az egész banda. Még Horváth Csacsi is megszólal, de azt inkább hagyjuk a fenébe. Úgyhogy gyerekek, mára? Ennyi volt a karanténvlog. Jövő héten ismét jövünk a sok furkósággal. Ti pedig vigyázzatok magatokra, nézzétek továbbra is a vlogot, iratkozzatok föl a csatornára, és természetesen jövő héten folytatjuk. Sziasztok!